Az idei év bemutatója az egy olyan tánc és musical show volt, amelyben mi arra invitáltuk a nézőket, hogy jöjjenek el, üljenek fel velünk egy úgynevezett képzeletbeli körhintára, és egy kicsit hagyják magukat, hogy mi elröpítsük őket nagyon sok helyre. Mert ugye, hogyha egy körhintára is felülünk, vagy akár kimegyünk egy vidámpartba, azért találkozunk nagyon sok fajtaféle emberrel, de ezen a bizonyos körhintán mindenki tök egyforma szerintem. Felülünk, egy picit elszédülünk, átülünk másik játékra, és mindent kipróbálunk, ami egy vidámparton belül megtalálható. Tehát ilyen blokkokba szerettük volna összeszedni mindazt, amit mi most tudunk, amit szerettünk volna elmondani. És ennek az előadásnak volt egy összekötő eleme, kapcsa egy bohóc személyében, és mindig ez a bohóc vitt minket egyik helyszínről a másikra. És én úgy gondolom, hogy egy közel 3 órás nagyszerű előadás született, amit már itthon is többször mutathattunk be, és tényleg hamar, hatalmas nagy sikerrel, standing ovation és minden, ami ilyenkor elmondható. Majd most pedig úgy néz ki, hogy jön megint a nyár, amikor nekünk beindul a szezon, tehát ilyenkor fesztivál, fellépések, előadások, és ezzel fogjuk szerintem járni még az országot elég sokáig. Neveket kellene mondani azért, akkor azért nehéz erről konkrétan beszélni, nem azért, mert nincs, hanem pontosan azért, mert olyan sokan vannak, hogy biztos, amikor befejezzük ezt az interjút, akkor eszembe fog jutni, hogy róla is kellett volna, hogy beszéljek. Na, de megpróbálom akkor összeszedni. Hát rögtön az első gárdámból, hogyha az emberekre vissza kellene emlékezni, azért van egy Kovalik Ágink, aki azóta profi színész lett, elvégezte a színművészetét, profi színházakban játszik. Van egy Simon Kornél, aki szintén a televízióból, a színpadokról ismerhet a közönség, rengeteg reklámfilmben szerepelt. Azért van egy Sás Peti, aki szintén ugyanezt az utat járta végig, ott van Mercsi Ancsi, aki érdekes, de veszprémi ismerettség révén került hozzánk, de amúgy pedig debreceni, és ő nagyon sokat játszott nálunk. De hogyha az mostani emberekről kellene beszélni, azért a 91 néhány szakmai, egyéni és társadalmi díjban azért nagyon sok olyan név található, akik igen rangos eredményt tudhatnak magukénak. A jelenlegiek közül hát első helyen nyilván Havancsák Orsit fogom mondani, aki a magyarországi szinte létező összes énekversenyen, musical versenyen, magas fölénnyel tudott mindig nyerni, és aki szerintem egy ténylegesen kivételes tehetség ebből a szempontból. De a legújabbak közül már is mondhatom Tóth Anginak a nevét, aki pedig szintén egy beleszületett tehetség a maga művész hisztieivel és minden egyébben. De beszélhetnék a táncosokról, egyáltalán magáról a csapatról, mert én mindig azt szoktam mondani, hogy egy-egy díj az nem mindig egy-egy embernek szól, hanem az egy társulatnak szól, hiszen borzasztóan sokan dolgoznak azért, hogy egy-egy embernek azért sikere lehessen. És itt gondolok akár az összes többi táncosra, aki egy énekes mögé kerül, a technikai személyzetre, a háttérdolgozókra, a tervezőkre és a szülőkre, mindenkire, akiknek együtt kell akarniuk azt, hogy akárki is akármilyen sikert el tudjon érni.
11-es évad nálunk a jubileumi évad, ami a 20. lesz. Nos, nyilvánvalóan nagyon sok terv van, nyilvánvalóan nagyon sok új ötlet és meglepetés vár a közönségre. Az biztos, hogy az egyikről bármennyire nem beszélek, azt elmondom, hogy 2010. december 10. péntek 19 óra. Ekkor fog itt valami történni. És ezek mellett pedig tavaszra is egy nagyobb happeninget szeretnénk, és az azért nem titok, hogy nyilvánvalóan 20 év meghatározó színházi arcait azért, ha csak egy előadásra is, de azért össze fogom szedni, és velük mindannyiójukkal fog a közönség találkozni, és remélem, hogy örülni is fognak neki, hiszen vannak azért olyan emberek, akikről most akár népszerűen nem beszéltem, de én is nagyon régen találkoztam már velük, és azért kíváncsi vagyok, hogy mi minden történt velük egyrészt, másrészt pedig, hogy hova jutottak, mert azért mind a színház, mind a szórakoztatóipar, a televízió, ez egy mind olyan terület, ahol rengeteg emberünk van. Szóval lesz 20. évad, sok meglepetéssel, nagy csinnadrattával, televíziós reklámokkal, önálló bemutatóval elárulhatok, és a jól megszokott tánc és musical show-val és minden egyébben sok meglepetés vendéggel várjuk. Remélem, jó lesz. Fix között a vezérhajó útra kész. Figyelj!